mégsem bonthatja fel egyoldalúan a távfőszolgáltatási szerződést Gyergyó Szent Miklóson az e A Marosvásárhelyi Táblabíróságon megszületett másodfokú ítélet végleges. Az ügyben több ellentmondó ítélet született, a korábbi elsőfokú ítélet még a szolgáltatónak adott igazat a Gyergyó polgármesteri hivatallal kialakult jogvitában. A magyarországi tulajdonosi hátterű szolgáltató azért bontott volna egy oldalon szerződést, mert azt kifogásolta, hogy az önkormányzat által megszabott árak nem fedezik a költségeket. Az önkormányzat szerint ebben a fűtési idényben biztosan nem kell a szolgáltatást átvenni. Bár az elszár már kártérítési igényt is benyújtott, ez sem kell tárgyalás témája legyen. Az elmúlt napokban az Isztár e benyújtott azt az a kártérítés igényt, amelyet abban az esetben tudna érvényesíteni, hogyha felbontódna a szerződés. Mivel a tegnapi bírósági döntés értelmében a szerződés még mindig életben van, megítélésünk szerint ez a kártérítési igény egyelőre okafogyottá vált. Az alpolgármester elmondta, próbálják újra kezdeni a tárgyalásokat az Esztár vezetőivel, közben pedig folyamatosan fejlesztik a hálózatot is.